Megjelent az első magyar nyelvű labdarúgó módszertani szakkönyv taktikai periodizációról, amit Mourinho, Villas Boas és Paulo Szóza is használ a dél-amerikai, spanyol és portugál körökben népszerű metódus ez utánpótlásban is. Az U18-as utánpótlás válogatottat irányító Bene Ferenc hat éves kutató munkájának eredményéről. Erről a könyvről beszélgetünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Feri, e, hogyan talált? tehát rá a taktikai periodizációra, mint módszerre, és miért lett a kedvenced, miért választottad magadnak ezt? Ennek ugye a hat éves kutató munkának az első lépései, ahogy most a leszűkült világunkban az interneten keresztül történt, tehát amikor interneten keresztül rátaláltam erre a módszerre, illetve hallottam, hogy, hogy Dél-Amerika szerte, illetve Spanyolország, Portugália szerte használják az edzők, akkor először csak a, az általános alapelveit tanulmányoztam, és annyira magával ragadott, annyival szembe ment a tradicionális edzésmódszerekkel, és annyira logikusan volt felépítve, hogy, hogy egész egyszerűen szinte beszippantott, és, és gyakorlatilag hat éve azzal szakmailag azzal kelek fekszem. melyek azok a legfontosabb elemei, vagy mi az a magja, ami, ami ennyire magával ragadott téged kezdetben, és ami szerinted nagyon is működik a, a, hagyományos módszerekkel szemben, mint újdonság, ami legjobban megfogott téged? Hát először is az, hogy, hogy az edzőnek kell lennie egyfajta játékképének, egy elképzelésének, és ennek a játékképnek a lemodellezéséről szól minden edzés. Tehát nincs olyan, hogy külön tiszta felkészülési vagy idézőjelvetett régi módi alapozási időszak, nincs olyan, hogy külön technikailag, külön taktikailag, vagy külön izoláltan fizikálisan képezzük a játékos, hanem komplex módon minden benne van, és minden a mérkőzésből indul ki, és minden egyes mozdulata az edzésen a játékosnak mérkőzés kontextusba kell, hogy zajlon. Tehát ugyanolyan intenzitást kell generálni, postspecifikusan az adott zónájába kell gyakoroltatni a játékost a, a posztjának. Tehát e, tényleg egy annyira futballból merített és, és taktikai gondolkodású eljárás, amivel a lényeg igazából az, hogy nem a játékosnak adott szervrendszerét edzük, hanem mindig az agyát. Tehát az agyának kell olyan mintákat adni az edzésen, amit mint egy videófelvevő felvesz hétköznap, és utána, ha ez automatizmussá válik, vagy begyakoroltá válik, legalább szokássá válik, hogy a szakkönyvbe fogalmaznak, akkor ezt könnyen elő tudja húzni a játékos. Igen, és akkor megvan a magas szinten felkészült játékos, és persze, hogyha valakinek még extra tehetsége van, majd, hogy nem a zseni eszköz, ha találsz a játékost, az, ő, ő, meg hozzáteszi még azt a, a, színfotot. De az a lényeg, hogy a csapatnak tudnia kell ezeket a mintázatokat folyamatosan előhívnia. Mi az, amit szerinted a te könyved hozzátesz a, a spanyol-portugál-dél-amerikai vonalon már megkedvelt alapokhoz. Tehát kérdezhetném úgy is, hogy, hogy, nem az, hogy mi a közös Mourinho villas és Bene Ferenc edzés módszerében, hanem mi az, amit még te hozzápróbáltál tenni. Uh -huh. Hát a, a, két dolog oldaláról közelíteni, meg az egyik, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy idézőben Bene osztja az észt, hanem, hanem ez egy külföldön Évtizedek óta működő edzésmódszer. Tehát azok az országok használják, akik hosszú távon sikeresek, és olyan edzők használják, akik hosszú távon sikeresek. Én, amikor kezdőedző voltam, és itt nem a minőségi oldaláról, hanem az időtartomáról beszélek, akkor nagyon örültem volna, hogyha ide jött volna egy top edző, akár edzőképzés szintjén, akár előadásokon, és tényleg nem az élettörténetéről, vagy a sztorikról mesélt volna, hanem konkrétan az edzésmódszer uh -huh. tanáról. És ugye ez nem adatott meg. De miért? Hát ez, ezt a kérdést talán nekem kellene fölteni, de én, 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 20 éve vagyok edző, és én ugye Fergusonnak volt egy előadás annak idén, ami, ami ugye legendás, de, de ott sem az edzés beszélt, tehát én nekem a magyar edzőképzés ezt a részét nem adta meg. Azt nyilván megadta, hogy, hogy a legújabb külföldi megkaptuk, uh -huh. de, de ilyen szintűt nem. Uh -huh. és, és, én most biztatok mindenféle olyan edzőt, aki utánpótlásban dolgozik, aki amatőr szinten dolgozik, vagy akár profi szinten, mert az edzésmódszernek az alapelvei akár utánpótlásra, akár amatőr is áthúzhatóak. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag számomra egyszerűen kinyílt a világ, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen is létezik. Ez hát ezt, és, te és, és tudásimportnak, tehát te valamit találtál, amit, Igen. amit szeretnél és örömmel veszed, hogyha itthon is meghonosodik, tehát nem rejtegedni akarod magadból, hogy akkor most ezt Beneferi találta és az övé, hanem annak örülni, hogy ezt minél többen átvennék. Így van, én azt szeretném, hogyha, hogyha azok az edzők, akik, akik befogadóak, akiket érdekelnek a külföldi edzős módszerek, akik hajlamosak magukba szívni az újat, azok, azok, mind elsajátítanák, és, és talán a, a, magyar labdarúgás is ebből a szempontból előrelépne. Én, én, szinte napi kapcsolatban vagyok a mai napig két portugál edzővel, akik, akik szintén segítettek a könyv megírásában is, és igenis ez nagyon-nagyon jól működik. E neked ennek a módszernek az igazi tesztje a gyakorlatban, tehát trénerként, mikor valósulhatott meg, melyik volt az az év, vagy melyik volt az a feladat, most gondolok például a gyírmótra, amikor végcsináltál egy, egy periódust ezzel a, a metódussal, egy csapattal? Igen, először a DVTK utánpotlásánál alkalmaztam, ott az edzők többsége Szintén hasonlóan reagált, mint én, nagyon befogadóak voltak, és minket is meglepett, hogy milyen rövid távon volt hatékony a módszer. Tehát ez sok szakkönyv a világ leghatékonyabb edzés módszerének apostrofája, és ezzel tényleg mi is szembesültünk. Gyakorlatilag fél éven belül óriási fejlődésnek indultak a játékosok. Gyírmoton pedig egy olyan. Jó csapatom, de egy olyan olyan játékos garnitúrám volt, ahol, ahol a, a 35 feletti játékostól is, a, aki aki több száz NBA-es rendelkezik, az újjon az volt mindenféle évjáratú játékosom, és mindenki hasonlóképpen reagált. Tehát uh, nyilván a, a, a játékos örül neki, hogy nincsenek szárazfutások, a játékos örül neki, hogy azt csinálja, amit szeret, de ugyanakkor azt megtöltöttük nagyon komoly tartalommal, a tudatosság volt mögötte, és, és nagyon komoly intenzitást értünk közöttéseken. Ha ezt a, a, ma az egyik leghatékonyabb metódusnak nevezed, akkor beszéljünk arról is, hogy akik óckodnak tőle, és most persze nem az olyan óckodásról beszélek, aki nem ismeri, vagy nem, tehát a tudatlan óckodás, hogy minek nekem ide az új dolog, hanem akik mondjuk más utakra esküdnek, azoknak mondjuk milyen kifogásai vannak ezzel szemben? Hát az, az első és legfontosabb, hogy, hogy ezt én a könyvben is megemlítem, hogy én elkötelezett vagyok a módszer iránt, tudom a külföldi példákat, a, tudom a, a, a gyakorlati működő példákat a saját életemből is, de nem ez az egy út vezet sikerhez. Igen. Tehát uh -huh. az ember azt mondja, hogy csak ez és, és semmi más, az, 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 az szerintem hibás út, tévút. Vannak, akik másban hisznek, vannak, akik a, a futás teljesítményben hisznek, vannak, akik, akik elsősorban egy, egyfajta atlétát képeznek ki a játékosból, és utána próbálják beépíteni egy futballcsapatba. Én ebbe a komplex gondolkodásmódba hiszek, ami, ami mondom, elsősorban az agyi folyamatokon keresztül értelmezi a futballt, illetve komplexen fejleszti a játékos, nem pedig, nem pedig izoláltan. Ha veszünk egy egészen konkrét példát, hogy nekem olvasva a könyvedet eszembe jut a, a mérkőzés, tehát a mérkőzés nap utáni napnak a, a története, hogy az például az egy jelentős eltérés, hogy ki mire esküszik, hogy, hogy, akkor teljes pihenés, vagy egy regeneráló edzés, szóval mi a jó ebbe, és, és ugye itt van például Murinyó meséli, hogy, hogy egyszerűen abba gondoljunk bele, hogy a meló után mindenki elfárad, mindenki keveset alszik, mindenki agyal rajta még, hogy mi történt, jelen esetben futballmérkőzésről van szó, tehát, hogy másnap el kell engedni a dolgokat, és, és, inkább lazítani kell, és közben pedig gondolkodni rajta, hogy mi történt, és úgy pihenni. Na itt például már vannak differenciák, hogy ki mire esküszik, igaz? Igen, ez egy, ez egy nagyon éles és egy, 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 egy komoly vita téma, ezt edzői konferenciákon is felvetettem, hogy a dolog fizikai oldaláról megközelítve, hogyha az izomzatot nézzük, akkor 24 órán belül célszerű regenerálni egy mérkőzés után. Viszont a taktikai periódizációban legfontosabb a központi idegrendszer, hiszen az hozza a döntéseket, sőt, még a fáradtságérzetet is az generálja. Tehát ez a módszer úgy közelíti meg, hogy elsősorban, mivel lemerítettük a központi idegrendszert, az agynak a, a raktárait, ezért másnap nem szabad edzést tartani a játékosoknak, hiszen annyira fáradt a, a, az agya, hogy egész egyszerűen, ha akkor edzést generálunk neki, akkor azt tovább tudjuk vinni fáradtság szinten az egész héten. tehát egy kicsit az izomzat kárára, de a másnap az egy normális morfociklusban, tehát mérkőzéstől mérkőzésig ha eltelik minimum 7 nap, akkor a másnap a mérkőzés után pihenéssel telik, hiszen mindenki tudja magáról, hogy mennyire, mennyire elfárad agyban, mennyire nem tud koncentrálni 24 órán belül egy edzésre, úgyhogy ez a módszer elsősorban az agyat és a központi idegrendszert részesíti előnyben. Feri, most azt mondod, hogy amatőrök, utánpótlás, kis csapatok, élvonalbeli csapatok mindenhol alkalmazható, tehát ez nem arról szól, hogy ez a topnak szól, vagy az utánpótlásnak, de és itt a periódusokról beszélve, hiszen benne van az elnevezésében. És most, hogy te U18-as szövetségi lettél, tehát visszatértél a, a válogatottakhoz, az utánpótlás válogatottakhoz, ott, ahol nem folyamatos az együttkészülés, hanem egy-egy érára emelhetett ki néhány hétre, néhány napra a játékosokat, ott ez működik? a válogatottakkal való foglalkozás egy egészen más edzői típust igényel, tehát az egy egészen más szakmai koncepciót. Amikor több hetes összetartás van, de ez csak UEFA napokon, illetve ebés elétezők előtt adottik meg a, a válogatott edzőinek, akkor, akkor alkalmazható. Egyébként, amikor gyakorlatilag egy napunk van a mérkőzés előtt, akkor egy folyamatos pszichológusként és, és, és folyamatos meccselésre vagyunk ítélve. Tehát gyakorlatilag a mi munkák arról szól, hogy, hogy tartjuk a kapcsolatot a játékosokkal, meg a klubedzőkkel, nézzük, hogy milyen állapotban vannak, mennyit fejlődnek a játékosok, folyamatos kontroll alatt vannak, de a, a konkrét edzés metódus az csak a mérkőzések előtt egy nap. Nem Úgyhogy hogy... Arra nem vonatkozik ez, ez elsősorban a klub edzőknek. Igen, világos, azt, ezt csinálja egy szövetségi edző, meg persze, hogyha kíváncsi és ambíciózis, mint te, akkor közben könyvet ír. Igen, ennek, ennek érdekes a története, természetesen ez, ez tíz külföldi könyvfeldolgozása, de ezt én magamnak gyakorlatban használtam, és, és az motivált, hogy, hogy minél nagyobb tudást szerezzek, minél szélesebb legyen a látóköröm. Aztán, amikor azt tapasztaltam, hogy már több száz oldalnyi anyagom van, akkor volt egy ilyen, egy ilyen ötlet. Hogy, és megszületett, és hát akkor én azt mondom, hogy forgassák az edzők, és legyenek kíváncsi. köszönöm szépen, hogy itt volt el. Nagyon köszönöm, és remélem, hogy, hogy mindenkihez el fog jutni. Az MLS webshopján jelenleg kapható, és köszönöm mindenkinek a segítséget, aki részt vett ebben. Köszönöm szépen.